Vezetőszáron Bilincsben három egyenruhás kíséretében száll ki a rabszállítóból a kettős gyilkossági kísérlettel vádolt férfi a pécsi járásbíróság előtt. Ő az, aki a rendőrök szerint Komlón egy nőt és egy fiatal férfit is megszúrt, többször késsel. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság több ember sérelmére elkövetett emberölés büntetének kísérlete miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 2024. július 13. napján a délutáni órákban Komlón egy társasházban a gyanúsított volt élettársára támadt, őt egy konyhakéssel több alkalommal megszúrt. Ezt követően az ő segítségére siető férfit is több alkalommal megszúrta. Mind a két sértett esetében a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életüket, életmentő műtétet hajtottak végre mindkettővel. A gyanúsított elmenekült a helyszínről. A rendőrség körözést adott ki ellene, végül Budapesten fogták el egy bárban, ahol a pultos felismerte a közzétett fotó alapján. A nyomozóhatóság őrizetbe vette a férfit, gyanúsítottként kihallgatta, és a Baranya vármegyei főügyészség indítványt tett a terhelt letartóztatására. A pécsi járásbíróság ezzel egyetértett, és egy hónap időtartamra a kényszerintézkedés vele szemben elrendelte. Erről döntöttek csütörtökön a pécsi járásbíróságon. A 22 éves aranyos gadányi férfi súlyos büntetésre számíthat. A bűncselekménynek a büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. A gyanúsítottnak nem ez az első késeléses ügye információink szerint. Egy évvel ezelőtt szintén két ember csebesített meg egy buliban. Akkor az egyik férfit az arcán vágta meg, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva, ugyanott egy másik férfit a kezén vágott meg, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. Abban az ügyben a napokban kerülhet sor vádemelésre.